Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetet támogató Legyen az Ön szívügye is alapítvány szervezésében Borsódi László trombita művész és barátai három alkalommal adnak koncertet a térségben. Első nagy sikerű előadásukra Kartalon a Szent Erzsébet templomban került sor június 21-én. A második előadásnak az Iklady Evangélikus templom adott otthont 2015. június 28-án. A Galgamenti település önkormányzata és lakossága már második alkalommal csatlakozott jótékonysági kezdeményezéshez az Aszódi Rendelőintézet kapcsán. Nagyon, nagyon ügyesen kiválasztották a nevet, mert ugye az embernek is a szíve az, ami irányít, ami csinál mindent, ami fenntartja az embert, és ez is egy ilyen felszólítás, gondolom én, hogy legyen az ön szívügye is ez a dolog, és elkezdett működni ez az alapítvány, és a környékbeli polgármesterek hát azt mondták, hogy olyan nagyon sok pénzünk arra nincsen, mindenki ismeri, hogy az önkormányzatoknak a helyzete nem olyan nagyon fényes, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hát segítünk, ahol tudunk. És akkor elkezdtük szervezni ezeket az összejöveteleket, ami Iklodon 2011. novemberében volt, ahol adakozásból próbáltuk segíteni. És most, amikor Ikladon a második ilyen rendezvényre kerül sor, akkor is csodálatos módon mindenki segítségünkre sietett. Elmentünk a tisztelendő úrhoz, nem is hagyta végigmondani, és persze természetesen jöhetünk a templomba, mert azért hozzá kell tenni, hogy a legszebb akusztikájú épület a templom. Itt Ikladon, itt élvezett hallgatni a zenét. Na de hát milyen zenét? Hát azt a zenét, amit Borsódi úr és barátai fognak nekünk ma szolgáltatni. Ők is úgy gondolták, hogy segítenek ennek az intézetnek, segítenek ezáltal ugye nekünk is, mert hogy ezeket a dolgokat van okunk el, vagy módunk elmondani. Úgyhogy Borsódi úr és barátai lesznek azok, akik ma egy 50-60 perces műsort fognak adni, és az Iklady Egyházi Énekkar is egy műsort fog adni majd mindannyiunk örömére. Én azt szeretném, hogyha a mai estén vagy délutánon jó szórakoznának, és kérem azt, hogy segítsék az Aszódi Rendelőintézetet adományaikkal, mert közös érdekünk, hogy ez a rendelőintézet minél tovább fennmaradjon. A fenntartó 60-i Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet képviseletében dr. Zámbó László stratégiai igazgató beszélt a két intézmény kapcsolatáról. A történetet mindnyájan ismerjük. Valóban az Albert Schweitzer Kórház volt az, aki 2011-ben segítőkezet nyújtott Aszód városnak, az aszódi polgármester úr és a környék kérésére, és felkarolta az Aszódi Rendelőintézetet, és a működtetést biztosítja azóta is számukra. Azt hiszem nem árulok el titkot, vagy lehet, hogy igen, úgy néz ki, hogy ez a továbbiakban is zavartalanul fog működni. Erről már a háttértárgyalások folynak a magasabb szervekkel. Ami a lényege ennek a dolognak az, hogy az egészségügyi ellátás közvetlen finanszírozását így tudta biztosítani az Aszódi Rendelőintézet a 60-i kórházon keresztül, de az épület megóvását, az eszközök fejlesztését, a beruházásokat, sok-sok olyan napi működési gondot, problémát az 60-i kórház sem tudott, és nem tud a mai napig sem megoldani, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy egy intézet működőképes legyen, működni tudjon. Hiszen a mai magyar egészségügy úgy áll össze, hogy van, azaz volt egy egészségügyi ellátást finanszírozó része, illetőleg volt egy másik kassa, ami az épület megóvását, az egészségügyi eszközök beszerzését, fejlesztését, karbantartását szolgálta. Átalakult az egészségügy finanszírozása, ez a láb sajnos kiesett. Ez a láb nem működik ma, ez a láb az, amit önöknek, a környező településeknek, Aszód városnak, illetőleg a
segítőkész embereknek, például a Borsódi úrnak és együttesének és barátainak köszönhetően adományokból, segítségekből, a polgármesterek összefogásából, és ahogy tudom és hallottam, a helyi vállalkozók összefogásából és segítőkészségéből munkája következtében tud biztosítani az Aszódi Rendelőintézet. Ezek azok a dolgok, amelyek hitet adnak nekünk, és adjanak hitet önöknek is, arra vonatkozóan, hogyha ez így tud működni, és így működik, akkor sokáig lesz még az Aszódi városban rendelőintézet, és az egészségügyi működését 60. kórház biztosítani fogja. A rendezvényen közreműködött az Ikladi Evangélikus Egyházközség énekkara is. Borsódi László trombitaművész 1965-ben született Szentendrén. A budapesti zenei konzervatórium elvégzése után a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1988 tavaszán trombitaművész diplomát szerzett. A hágai királyi konzervatórium régi zenei tanszékén barokk trombita tanulmányokat folytatott. Mint szólista és kamarazenész számos európai régi zene együttessel lép fel, illetve készít hanglemezeket. Rendszeresen koncertezik európai országokban, valamint Izraelben, Argentínában és Brazíliában is. 1990 óta számos hanglemezfelvétel és koncertturné szólistája. 2004-ben a Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma Balassi Bálint emlékéremmel tüntette ki. Az Aszódi Rendelőintézetet támogató Ikladi koncertjén ünnepi muzsikát hallhattunk a 16. és 17. századból. Thank you.
aki adományával segíteni szeretné az Aszódi Szakorvosi Rendőrintézetet, és élőben szeretné meghallgatni Borsódi László trombita játékát, azt a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány kuratóriumának tagjai szeretettel várják Turára augusztus 15-én a Nagyboldogasszony templomban tartandó jótékonysági koncertre.